2017. szeptember 16-án játsza az első bajnoki mérkőzését a Székács Kézilabda Egyesület az új bajnoki évadban a 2017-18-as NB1B keleti csoportjában. Akkor a PIK Szeged U20-as csapata érkezik ide Törökszent Miklósra. De ahhoz, hogy a PIK Szeged ellen úgy kiálljon a csapat, ahogyan azt az edző is elképzeli, ahhoz már nagyon régen elkezdték a munkát. Mikor láttatok hozzá a felkészüléshez? Hát tulajdonképpen az elméleti felkészüléshez már ugye az idén tavasszal, március körül összeült a stáb, és megfogalmazódott bennünk, hogy milyen váltásokra lenne szükség ahhoz, hogy jobban tudjunk szerepelni. És hát ugye nyilván a költségvetésünket is ahhoz kellett alakítani. Hát márciusban egy olyan elgondolás történt az egyesületünk részéről, hogy fiatalítani szeretnénk. És elkezdtük április elejétől a tapogatózó tárgyalásokat fiatal játékosokkal, ami hála jó Istennek, hogy sikerült. És hát így augusztus 1-én el tudtuk kezdeni az alapozást kint a miklósi focipályán erőléttel. 6 játékosunk távozott a csapatból, 2 kapus és 4 mezőnyjátékos, ellenben 4 fiatal tehetséges játékos érkezett. Augusztus 1-től, mint említettem, elkezdtünk edzeni, heti 5 edzéssel készültünk, valamint ugye bevezettünk egy újdonságot, hogy délelőttönként egy héten 3-szor, 4-szer azok a fiatalok, akiket igazoltunk, és akik megvannak még fiatal játékosok, tehát maradtak a Székács Egyesületnél, azok hetente 3-szor, 4-szer edzenek. A második héten az egy kicsit erősebb hét volt, ugye az alapozás idusán úgymond, ott folyamatos fizikai terhelést kaptak a játékosok, és hát augusztus 13-ától elmentünk augusztus 18-áig 6 napra a szokásos gyomaendrődi edzőtáborunkba, ahol már azért a labda is főszerepet kapott, valamint a Lajos Mizse csapatával 2 darab edzőmérkőzést játszottunk. Az edzőmérkőzés alapján a 2 darab is, amit a fiúk nyújtottak az edzéseken, az alapján mit mondasz, hogy áll jelenleg a csapat? Hát én úgy gondolom, hogy egyelőre lemérni nem nagyon lehetett azon az ominózus augusztus 17-i napon a 2 mérkőzés alapján a játékosokat. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy mind a fiatalabb, mind az idősebb generáció teljes mértékig pozitívan áll az edzésekhez, edzőmérkőzésekhez, hát, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb az edzés munka meghozza gyümölcsét. Mennyire fiatal most a gárda? Mert mondtad, hogy fiatalítani szerettetek volna, mennyire lett fiatal a csapat? Hát ugye tulajdonképpen a 2 legidősebb játékosunk, a Losonc Laci és a Pásztor öcsi az elment. Ugye Laci az Csongrádra ment vissza játszani, a Pásztor öcsi pedig az orosházi NB1-es ifi csapatnak lett az edzője. Ők voltak ugye a 2 legidősebb játékos, emellett ugye a Mészáros Peti, a kapusunk volt a 3. legidősebb, ő is távozott, és hát ugye a 4 fiatal, aki jött egyelőre, ugye a Nemzeti Akadémiáról jött 2 20 éves srác, a Bormárk és a Tótmárk, valamint egy 19 éves úriember Dabasról, a Kuligabi, és a Kecskeméttől igazoltunk egy kapust, ő is 20 éves kapus, a Rizinger András. Emellett én úgy gondolom, hogy azért ez egy jelentős fiatalitást eredményezett, és ami nagyon-nagyon jó dolog az, hogy Orosházáról nem 2-ös játékengedéllyel játszik a csapatunknál Nagy Attila, és a fiatal kategóriába tartozik, hanem úgymond hazaköltözött Törökszent Miklósra, mert ő ugye innen indult el, és ő is teljes mellszélességgel a csapat rendelkezésére áll. Akik most érkeztek új játékosok, és akik már eddig is itt voltak, ők most mind Törökszent Miklóson laknak hétközben? Hát, a fiatalok, igen, és hát ugye akik ugye, hát most Szőlősi Balázs ugye eleve Törökszent Miklósi, Holla Alexis Törökszent Miklósi, ezen kívül ugye hát a Takács Petiék, a Mészáros Gabiék, ugye ők Szolnokról járnak edzésekre nap mint nap. Akkor így kivitelezhető lesz ugye az újítás, amit mondtál, hogy délelőttönként heti
Három alkalommal szeret. Hát 3-4 alkalommal, de a 3 az mindenféleképpen lesz. Hát ugye most még az augusztusi, amikor még ugye nincs iskolai időszak, ugye itt Törökszent Miklóson ezt meg tudjuk oldani, és hát a jövő héttől kezdve, kedtől kezdve mezőtúra fogunk átmenni délelőttönként edzeni. Ugye hát nyilván, mert ugye a lábas iskolába is, és a Székács iskolába is ugye elkezdődnek a tanítások délelőttönként, testnevelés órák, és hát a mezőtúron a városi sportcsarnok adott olyan lehetőséget, hogy ott ugye kihasználatlan a terem délelőttönként, és tulajdonképpen nem távolság, tehát a délelőtti edzéseket, ami nem kimondottan mondjuk konditeremről van szó, mert ezt ugye Törökszent Miklóson is meg tudjuk csinálni, a termi edzéseket mindet át fogjuk vinni oda, a délelőttieket. A felkészülési időszak tehát még ugye tart, szeptember 16-án indul maga a bajnoki évad és a bajnoki, akkor ez az első forduló, addig edzőmeccseket kivel terveztetek? Hát ugye múlt héten játszottunk már két edzőmeccset még 25-én pénteken. A Kunszent Márton csapatával egy ilyen villámtorna jellege volt, és a Hajdúböszörmény MB2-es csapata látogatott a Székács sportcsarnokban. A héten 31-én a, hát tavaly még MB1-es, most már ugye a mi csoportunkban szereplő, a keleti csoportban szereplő Mezőkövest fog jönni 19 óra 30-as kezdéssel. És hát még ezen kívül egy edzőmeccset tervezek, azt a 60 csapata ellen 12-én kedden lesz, az is 19 óra 30-as kezdéssel, és hát ugye még van egy magyar kupánk a TK ellen, az pedig szeptember 6-án 19:30-kor, és hát ugye utána pedig 16-án a PIK Szeged U20-as csapatát fogjuk fogadni, ővelük kezdjük a bajnokságot. Mi a cél? Mit fogalmazott meg az Egyesület célként a csapat számára? Hát tulajdonképpen az alapvető cél az, hogy a bennmaradás. Nyilván örülni fogunk, hogyha előrébb fogunk végezni, mert azért azt tisztán kell látni, hogy ezekkel a fiatalokkal tényleg nagyon normálisan dolgoznak, becsületesen végzik a munkájukat, de hát azt tényleg látni kell, hogy ők eddig NB1-be nem játszottak. Felnőtt szinten játszhatott ő NB1-es juniort is, de hát ég és föld a különbség az NB1-es junior és az NB1-es keleti felnőtt csoport között. De hát én tényleg, ahogy az elején is említettem, hogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a munka az meghozza a gyümölcsét. Hát lehet, hogy nem az elején, a bajnokság elején, de hát a sorsolás szeszélye folytán azért én azt mondom, hogy valamilyen úton, módon le kéne győznünk a PIK 20-as gárdáját, és hát egy nagyon erős Balmazújvároshoz látogatunk a második fordulóba. Viszont a harmadik fordulóban egy újabb, úgymond rangadó fog következni, a Balassagyarmat fog hozzánk látogatni, és hát mindenféleképpen győzelemre kell mennünk, mert az elején azért kell azért pontokat szerezni, mert ahogy a sorsolás is mutatja, azért a bajnokság, bocsánat, az őszi fordulónak a közepe, második fele azért az jóval szerencsétlenebb sorsolásunk van, és hát oda azért egy kicsit több ponttal kéne belemenni azokban a mérkőzésekben. A Székely Kézilabda Egyesületnél a felnőtt csapat mellett nagyon sok utánpótlás csapat is van. Velük elkezdtétek már a munkát, hiszen velük is kezdődik majd most már. Igen, hát ugye a Serdülő Ifi Bajnokság az most szeptember 13-án indul, pont Mezőkövesdre megy a Serdülő és az Ifi csapatunk. Hát természetesen már július végétől különböző táboroztatások folytak. Serdülő csapatunk az augusztus 20-tól 25-ig Gyomaendrődön edzőtáborozott, egy-két ifi játékossal kiegészítve, és hát ugye az U7-es korosztálytól kezdve az U14-es korosztálya bezárólag minden korosztályban indítunk a Nemzeti Bajnokságban csapatot. Emellett, hogyha be fog indulni a Megyei Kézilabda Szövetség által szervezett Megyei Leány Serdülő, oda is szeretnénk benevezni. És hát ugye, mint említettem, a fiúknál pedig a fiú Serdülő és a fiú ifi csapattal teljes úgymond az utánpótlás bázis.
Arra van még lehetőség, hogy ezekhez az utánpótlás csapatokhoz bárki csatlakozzon? Természetesen. Tehát eddig is volt rá lehetőség, eddig is csatlakoztak, akár évközben is, tehát bármilyen korosztályról beszélünk, és hát nagyon nagy szeretettel várunk bárkit, aki akár csak simán sportolni szeretne, tehát nem feltétlen arról van szó, hogy itt tehát versenyszerűen szeretne sportolni. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. A végére mondjuk el még egyszer, tehát a felnőtt csapat a Székelyskája szeptember 16-án lesz, ugye itthon, PIK Szeged U20-as gárdája, előtte pedig szeptember 6-án lesz a Magyar Kupa. Így van. Akkor mondtad, hogy a Török Szent Miklósi Kézilabda Egyesülettel játszatok. Ki lesz itthon? Hozzánk látogat, tehát idegenbe utazik most a TKL gárdája. Hát ugye ezt azért azt tudni kell a Magyar Kupa sorsolásáról, hogy az első fordulót az mindig tulajdonképpen a legközelebbi csapattal szokta vívni szokták vívni egymással a csapatok, lásd Kecskemét, Lajos Mizse, Békés Algyő, és akkor ugye az északi részt nem is mondom, de országos szinten, tehát így van egy ilyen irányított sorsolás, és hát nyilván aki majd tovább jut, akkor már ugye bővül a kör, és hát ki ameddig eljut szerencsésen, az addig lépeget tovább. Itt van valami terv a Magyar Kupánál? Én megmondom őszintén, hogy én egy felkészülési mérkőzésnek fogom fel, mert legfontosabb számunkra, ugye, meg hát szerintem mindenki számára a bajnokság. Ugye a legújabb versenykiírás szerint, most az, hogy ez jó vagy nem jó, hát ezt nyilván mindenki döntse el. Jelen állás szerint a nyugati csoportból 5 kieső lesz, a keleti csoportból csak azért lesz 4 kieső, mert ugye itt egyre kevesebb 13 csapat van, ugye nyugaton 14 csapat, és hát én azért úgy gondolom, hogy mindenki szeretne bennmaradni. Tehát azért amikor egy harmad része az osztálynak kiesik, azért itt nagyon nagy kemény és harcos mérkőzések lesznek, és én szerintem erre készül mindenki, tehát magyarul a bajnokságra. Én nem mondom azt, hogy nem fontos a Magyar Kupa, de számomra ilyen szempontból mellékes az, hogy milyen eredményt fogunk elérni. Nyilván azért mondtam, hogy egy felkészülési mérkőzésnek tekintjük, mert azzal is előrébb fogunk tudni majd lépni. Bízom benne, hogy a bajnokságban jól szerepeljünk. Köszönöm szépen. Hajrá, Székács! Hajrá! Köszönöm én is!